Mélyen tisztelt köztársasági elnök úr, tisztelt házelnök úr, hölgyeim és uraim, képviselőtársaim, tisztelt ház! Alkotmányos szokásaink szerint a kormány parlament előtti felelősségének megfelelően engedjék meg, hogy az első ülésnapon tájékoztassam önöket mindarról, ami azóta történt, hogy utoljára plenáris ülést tartott az országgyűlés. Tisztelt képviselő hölgyek és urak, január hónap folyamán Magyarország komoly tárgyalásokat folytatott az Európai Unió intézményeivel. Akik figyelmesen követték a Brüsszelben zajló eseményeket, azok tudják, hogy egy fontos és hazánk szempontjából kedvező döntést sikerült elérnünk. Még tavaly decemberben az Unió miniszterelnökeinek tanácsülése kísérletet tett egy pénzügyi paktum létrehozására. Végül azonnali döntés helyett további előkészítés mellett döntöttünk. Mindannyian emlékszünk rá, voltak, akik felhördüléssel fogadták, hogy mi magyarok nem mondtunk automatikusan igent a kidolgozatlan és homályosan megfogalmazott európai pénzügyi paktum tervezetére. A magyar kormány azonban kitartott az álláspontja mellett, határozottan, de józan érvekkel kiálltunk a magunk érdekeiért, és mostanra elértük, amit akartunk. Magyarország elérte, hogy az új közös költségvetési szabályok csak az euróövezeti országokra lesznek kötelezőek. A többi országra, így ránk is, csak akkortól, amikor csatlakoznak az euróövezethez. Ez kulcskérdés volt számunkra, ha ez nem így lenne, az Magyarország jelenlegi helyzetében óriási hátrányt jelentene. A másik kulcskérdés az adóharmonizáció, az európai országok adórendszereinek egységesítése felé tett első lépés volt, illetve lett volna, ami ma teljesen ellentétes Magyarország érdekeivel, mert egyik legfőbb versenyelőnyünket veszélyezteti. E tekintetben Magyarország a térség legversenyképesebb környezetével rendelkezik, ezért nyilvánvaló, hogy erről nem mondhatunk le. Ezért fontos, hogy sikerült elérni, hogy az adóharmonizáció, illetve erre vonatkozó utalás ne legyen része a pénzügyi paktumnak. Így most arról tájékoztathatom önöket, hogy minden akadály elhárult azelől, hogy Magyarország csatlakozzon a paktumhoz, amelynek immár meggyőződésem szerint minden pontja elfogadható Magyarország számára. Már csak azért is így áll a dolog, mert ezeknek nagy részét éppen mi szorgalmaztuk, és mi készítettük elő a soros elnökségünk fél éve alatt éppen az Európai Unió megújítása érdekében. Ebben a kérdésben tehát a vita a magyar érdekek figyelembevételével lezárult, és azt javaslom az országgyűlésnek, hogy miután megismerte annak részleteit, fogadja el az uniós paktumot. Magyarországnak a jövőben sem kell olyan szabályt alkalmaznia, amely csökkenteni hazánk versenyképességét, vagy korlátozná a versenyképesség szempontjából kulcsfontosságú területeken eddig meglévő szuverenitásunkat. Ez tanulságos példa a jövőre. Tisztelt Ház! Az európai paktummal kapcsolatos siker világosan kijelöli, hogyan érdemes viszonyulnunk Európához ma, amikor kontinensünk válságos időket él át. Csendes tenger nem nevel tapasztalt tengerészeket. Ennek alapján azt mondhatom, nekünk 2012-ben is komoly esélyünk van arra, hogy jelentősen gyarapodjunk tapasztalat dolgában. A tenger legalábbis mindent megtesz ennek érdekében. Már többször beszéltünk itt a tisztelt házban arról, hogy Európában történelmi léptékű átrendeződés megy végbe. Minden valamire való válság egy nagy és mély átrendeződés lehetőségét hozza magával. Most is erről van szó. Mindenki, akinek van magához való esze, minél jobb pozícióból akar indulni majd a válság elmúltával, amikor a növekedés Európában ismét megkezdődik. Ezért már most késhegyre menő, egyfajta érdekérvényesítési verseny zajlik Európában, amelyben azok az országok lesznek a győztesek, akik határozottabban és okosabban állnak ki a saját érdekeikért.
Az európai kulturális normák keretei között ugyan, de ez a verseny mégiscsak ütközésekkel, vitákkal jár, határozott fellépést, ügyes taktikai húzásokat és okos megegyezéseket igényel. Magyarország pozíciója világos és mindenki előtt ismert. Magyarország népszavazással döntött az Európai Uniós tagság mellett, Magyarország jövője az Európai Unió keretein belül van. Sőt, Magyarország az Unió további bővítésének erőteljes szószólója. Az Európa jövőjéről zajló vitában mi az uniós intézmények megújítása mellett érvelünk, kiállunk a kettős mérce használata ellen és az uniós tagországok egyenjogúsága mellett. A nemzetközi viták érdekes tanulságokkal szolgálnak az egész magyar közvélemény számára. Az Európai Parlamentben látottak, sok millió magyar szemében felértékelték a Magyar Országgyűlés munkáját, teljesítményét és színvonalát. Az is látható, hogy vannak, akik azonnal megriadnak, amikor támadás éri Magyarországot, szaladnak nyugati üzlettársaik szoknyája mögé, és vannak olyanok is, akik egyszerűen szégyellik a magyar embereket. Ők az önfeladás stréberei, akik mindenre készek, mindenre hajlandók, bármit eladnak, bármiről lemondanak, és ezt a képességüket sok éven keresztül meggyőzően bizonyították. És vannak, akik fejjel mennének a falnak, senkivel sem akarnak semmiről megegyezni. Egyik magatartást sem tartom célra vezetőnek. Felfogásom szerint ma az az országgyűlés dolga, hogy megküzdjön a magyar emberekért akkor is, ha ez esetleg éppen más országok véleményével vagy érdekeivel ütközik. Küzdeni kell, de ezt józanésszel és megegyezésre törekvéssel kell tenni. Így kell eljárnunk az Unióval, vagy a Nemzetközi Valuta Alappal folytatandó tárgyalásaink során, legyen szó a jegybanki szabályozásról, az országgyűlési biztosok jogállásáról, a bírósági törvény vagy a pénzügyi védőháló egyes kérdéséről. Van esélyünk jó megállapodásokra. Erre szolgáltattunk sikeres példát az Európai Paktum ügyében. Bizonyítottuk, hogy ha határozottan és okosan kiállunk magunkért, akkor el tudjuk érni, amit akarunk, és ami a magyar emberek érdekeit szolgálja. Kérem a tisztelt házat, az előttünk álló ülésszak során támogassa továbbra is a kormány magyar emberek érdekében végzett nemzetközi munkáját. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Kíván a lehetőséggel miniszterelnök úrnak adom meg a szót a viszontlátásra. Köszönöm a szót, tisztelt házelnök úr. Először talán a Jobbik tisztelt frakcióvezető helyettesének, a Balczó képviselőtársamnak a szavaira szeretnék egy értelmező megjegyzést tenni. Valami félreértés lehet, ugyanis eddig senki nem írt alá semmit. Tehát ennek a vitának a státusz az, hogy a miniszterelnökök megegyeztek arról, amiben egyetértenek, milyen legyen Európa pénzügyi paktuma, majd kiadták a szakértőiknek a szerződés pontos megszövegezését, amelynek az elfogadása érdekében a miniszterelnökök márciusban össze fognak gyülekezni Brüsszelben, aláírnak egy szerződést, amit utána a magyar törvények szerint nekem be kell terjesztenem ide a tisztelt ház elé, annak érdekében önök azt megvitassák és ratifikálhassák. Ez a rend. Én két dolgot vállaltam. Az első, hogy bár a miniszterelnök a magyar alkotmányos rend szerint aláírhatná ezt a megállapodást márciusban, de megegyeztünk egymással abban, hogy ez nem így fog történni, hanem előtte, részben a nagybizottságon keresztül, részben pedig a plenáris ülésen keresztül lehetősége lesz mindenkinek arra, hogy mielőtt a miniszterelnök elkötelezni magát, azelőtt ezt a kérdést teljes egészében megvitathassuk, megvitathassák. Erre kínáltam fel a lehetőséget ma, és ez a lehetőség nyitva áll. Még egy dolgot kellett vállalnunk, az új magyar alkotmány szerint értelmezni kell azt a kérdést, hogyha majd ide kerül
a ratifikálás céljából ez az új szerződés, akkor elegendő lesz-e a jelenlévő képviselők felének a szavazata, vagy kétharmad kell hozzá? Ez a kérdés alkotmányos értelmezésre szorul, ezért a kormány az új alkotmányatta lehetőséggel élve az Alkotmánybírósághoz fordult, és kérte az Alkotmánybíróságtól, hogy válaszoljon erre a kérdésre, hogy amikor márciusban én beterjesztem ide önök elé a szerződés szövegét, akkor az alkotmánybírósági vélemény is mellette legyen, és az eljárás hibátlan, kifogástalan lehessen. Még egy dologra szeretném Balczó képviselőtársam figyelmét fölhívni. Az új alkotmányban szerepel Magyarország fizetőeszközének megnevezése. És az nem véletlenül van ott. Tehát amikor Magyarország majd csatlakozni fog az euróhoz, ha így dönt, és a csatlakozással a majd ide terjesztendő szerződésben vállalt kötelezettségek ránk is érvényesek lesznek, a magyar parlamentnek lesz módja arról, hogy erről a csatlakozásról kétharmaddal döntsön, mert az alaptörvény ezt majd meg fogja követelni. Tehát azt gondolom, az ön észrevételeire összességében válaszolva, hogy korrekten, az ígéreteknek megfelelően, és kellő alkotmányos garanciákkal születik majd meg az összes szükséges döntés, amely Magyarország új nemzetközi elkötelezettségére vonatkozik majd. Tisztelt Háza, LMP frakcióvezetőjének hozzászólását igyekeztem teljes egészében befogadni és megérteni, és csak azt tudom mondani önnek, hogy Isten hozta az LMP-t a szabadságharcosok táborában. A Lengyelországra tett megjegyzések, amelyek azt a célt szolgálták, hogy Lengyelországgal összevetve Magyarországot negatív színben tüntessék föl, azokat engedje meg, hogy kellő udvariassággal visszautasítsam, és mindenki tisztelettel arra kérjek, hogy ne próbálja Magyarországot szembefordítani egyik legjobb európai szövetségesével, Lengyelországgal, még egy olcsó új frakcióvezetői poén érdekében sem. Ami pedig ebben az önök előtt is fekvő szövegben ismerhető új gazdasági együttműködést illeti, az LMP frakcióvezetője egy nagyon fontos pontra mutatott rá, amely azt tartalmazza, hogy a költségvetésekben majd 0,5%, a nemzeti össztermék 0,5%-pontnyi strukturális reformját, ahogy ezt brüsszeliül mondják, végre kell hajtani. És ezt egy elrettentő és valóban nehéz feladatként állította be a frakcióvezető úr, nem minden ok nélkül. Mindamellett szeretném emlékeztetni a tisztelt házat arra, hogy a 2012-es magyar költségvetésben több mint 2%-os ilyen úgynevezett strukturális reform valósul meg, nem pedig 0,5%. Tehát kétségkívül a 0,5 sem könnyű, a 2 még nehezebb, de Magyarország korszerűsítése és megújítása érdekében vállalt lépéseink a 0,5%-os vállalást reálissá és teljesíthetővé teszik. Engedjék meg, tisztelt hölgyeim és uraim, hogy csak az ügy súlya miatt immáron sokadszor Balczó képviselőtársamnak arra a gondolatára reagáljak, amely a külföldi tőkére vonatkozik. Először tisztázzuk azt, amiben azt hiszem, hogy egyetértünk. Ha jól értem, abban egyetértünk, hogy Magyarországnak nem kell támogatnia olyan külföldről érkező magyarországi gazdasági vállalkozásokat, amelyek a magyar állam támogatásával semmilyen hozzáadott értéket nem állítanak elő Magyarország számára, legalábbis olyat nem, amit a Magyarországon létező vállalkozói világ ne tudna előállítani. Az ilyen vállalkozásokat nem kell támogatni, mert itt csak a tőkeerővel történő visszaélés okán kiszorítanák a magyar vállalkozókat a létező piacról. Ellenben azt gondolom, hogy kell, szükséges, érdemes és hazánk javát szolgálja minden olyan külföldi vállalkozásnak a magyarországi beruházási támogatása, amely hozzáadott értéket állít elő, növeli a magyar nemzeti össztermékét, nem veszel lehetőséget magyarországi vállalkozóktól, és olyan termékeket állít elő, amire egyébként önerőből nem lennénk képesek. Ezeket a beruházásokat eddig is támogattuk, én személy szerint ezután is támogatom, és kérem a tisztelt házat, hogy ezt a fajta külföldi befektetőket támogató politikát, de csak ezt továbbra is támogassa. Föltéve egyetértünk abban,
hogy a nagy európai újrarendeződésben Magyarországnak azt az esélyt kell megragadni, hogy Európa egyik kiemelkedő termelési központjává váljon. Én hiszek ebben, hogy ez a lehetőség nyitva van, abban is hiszek, hogy ezt a lehetőséget meg tudjuk ragadni, és abban is biztos vagyok, hogy ha Magyarország termelési központ lesz, akkor sokkal több embernek tudunk munkahelyet adni, mint ebben a pillanatban. Ami tisztelt képviselőtársam egy másik megjegyzését illeti, Balczó képviselőtársamét, ez is egy olyan súlyos dolog, hogy ha már egyszer szóba hozta, akkor engedje meg, hogy ne hagyjam válasz nélkül. Ez a középosztály kérdésére vonatkozik. Én tudom, hogy ebben a kérdésben, amit most el fogok mondani, nyilván nincs teljes egyetértés itt a házban, és azt is elfogadom, hogy ez olyan komoly kérdés, amiről jobb lenne egyszer hosszabban, és nem egy másik ügy mellékfrontvonalaként szót ejteni. Mégis, hadd mondjam el a képviselőtársamnak, hogy az én saját személyes fölfogásom szerint az, ami 2002-től 2010-ig Magyarországon történt, hatalmi szempontból azt jelentette, hogy a nagy tőke a gazdasági súlya mellé megszerezte a politikai hatalmat is. Ezzel én sosem értettem egyet, most sem értenék egyet, és azt tanácsolom Magyarországnak, hogy ne menjen vissza erre az útra, hanem olyan kormányt próbáljon mindig választani magának, mindig olyan parlamenti többséget hozzon létre, ami a politikai hatalmat a középosztály kezébe tartja. Ebben nincs semmi elitellenesség. Ebben nincsen semmi elitellenesség, mert egyébként nagy tőkére minden boldog országban szükség van, gazdasági erőre szükség van, politikai és gazdasági elit nélkül nem versenyképes egyetlen európai ország sem. De nem mindegy, hogy az egyébként meglévő hatalom mellé a politikai közhatalmat is odaadja el az ország ezeknek az elit csoportoknak. Én azt tanácsolom, hogy ezt ne tegyük meg, és a magam részéről igyekszem egy olyan kormányzati politikát bemutatni itt a tisztelt házban is, és megvalósítani a mindennapi életben, amelynek kedvezményezettjei, középpontja, súlypontja az a középosztálynál található. Most már csak arra a kérdésre kell válaszolnunk, mert ön ezt érintette a hozzászólásában, hogy hogy is határoljuk körül ezt a középosztályt. Én szeretném először is önt biztosítani arról, hogy én a teljes középosztályban és a kormány a teljes középosztályban gondolkodik, nem csak a tetejében, a közepében, meg az aljában, hanem az egész középosztályban, alsó középosztályt is ideértve. Tehát szeretném megnyugtatni önt, aki ennek a rétegnek az érdekében tette meg a hozzászólását. Ráadásul azt gondoljuk, hogy a középosztály természetes részét adják a nyugdíjasok is, még ha vagyoni helyzetük egyébként nehéz is, ezért azon dolgozunk, ha ön figyelte a költségvetést meg a gazdasági előterjesztéseinket, hogy létrehozzunk egy szövetséget a középosztály és a nyugdíjasok között, amiben arra kérjük a nyugdíjasokat, hogy támogassák a munkára épülő, munkából élő középosztály segíteni akaró gazdaságpolitikánkat, hogy a középosztály megtermelhesse azt a jövedelmet, amiből aztán a nyugdíjasoknak a nyugdíjat mindig ki tudjuk fizetni. Tehát szerintem létezik egy természetes szövetségi helyzet a mindenkori életüket munkában eltöltött nyugdíjasok és a középosztály között. És egy hasonló szövetséget próbálunk létrehozni a leszakadó rétegek és a középosztály között is, ezért a középosztálynak alulról mindig nyitottnak kell lenni, nem az, hogy kipotyogjanak belőle, ami föl lehessen bele jutni. Ehhez meg olyan gazdasági eszközöket kell a szegényebb rétegek rendelkezésére bocsátani, hogy munka és szorgalom és tanulás révén egyébként a középosztály életszínvonalára tudjanak emelkedni. Ezt az emeltyűt keressük, ezt akarjuk megépíteni, ezért dolgozunk. Ha ez a társadalmi szövetség létrejön, akkor nem állhat elő még egyszer az a helyzet, hogy a nagy tőke a gazdasági hatalma mellé megszerezve a politikai hatalmat is középosztály ellenes politikát folytasson Magyarországon, mint ahogy azt az elmúlt időszakban tapasztalattuk. Ez az én személyes fölfogásom, és a kormányzati politikának is ez a társadalmi megfontolás adja az igazi alapját. Tisztelt hölgyeim és uraim! Mesterházi képviselőtársamnak a támogató szavait köszönöm. Azt a segítséget azért szeretném tőle kérni, hogy egy mód van rá, és ez lehetséges. Az Európai Parlamentben dolgozó szocialista képviselőket kérje meg, hogy időnként álljanak ki Magyarország nemzeti érdekei mellett. És most... És most nem csak egy-egy rossz ízű mondatra gondolok, vagy elszólásra, vagy arra, hogy hiányzik a rokonszenv, és egyébként a magyar kormány támadni egyébként elfogadható, jól esik, szükségét látják az európai szintéren is, mert ilyen előfordul máskor is. Erre azt mondom, hogy előfordul. De azok a mondatok kifejezetten lefegyverzőek,
Az ember úgy érzi, hogy hátba támadják. Az ország polgárai úgy érzik, hogy nem állnak ki mellettük, amikor azt találja mondani egy képviselő, hogy ő szégyeli Magyarországot, és szívesebben képviselné Luxemburgot az Európai Parlamentben. Ez túl van minden határon. Tehát arra szeretném kérni önöket, hogy annak érdekében, hogy nemzeti ügyekben szükség szerint a szocialista ellenzék és a polgári kormányzó erők között együttműködés lehessen, amelyre időnként Magyarországnak igenis szüksége van. Próbáljuk kiiktatni azokat a rossz gesztusokat, mondatokat és szerepeket, amelyek akadályozzák azt, hogyha szükséges, nem kell minden nap, de ha nagyon szükséges, akkor az ellenzék és a kormány között nemzetközi kérdésekben együttműködés jöhessen létre. És ezek a hozzászólások azt a kevés meglévő bizalmat is egyébként fölemésztik. Ezért tisztelettel még egyszer arra kérem önöket, hogy ezt a politikájukba építsék be. Egyébként számítok a magyar parlament minden frakciójának támogatására és együttműködésére az itt bemutatott európai gazdasági és pénzügyi paktum kérdésében. Köszönöm figyelmüket a kormány nevében.